Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. A mai adásunkban bizonyára középpontba kerül majd a box. Sok szeretettel köszöntöm stúdiumban Túros Arnoldot, aki a Varkocs György Box Klubnak a vezetőedzője, meg régió vezető is vagy? Igen, üdvözlöm a nézőket. 2013-ban alakult meg ez a, vagy hát akkor alakították át az ökölvívást, 8 régióra bontották, és a Közép-Dunántúli régiónak a vezetőjének tettek meg engem, meg az egyesületünket ugye a központnak. Ami idén annyiban változott, hogy csak 5 régió lett, és hát magát az egyesülettől átkerült a központ kőszegre, de mint régióvezető, vagy ilyen régiókoordinátornak megtartottak engem, mert ugye így nagyon nagy lett a terület. Mindjárt erre is ki fogunk térni, de hát egy kicsit visszamennék én a kezdetekre. Hogyan kezd el valaki boxolni? Hát én úszó voltam, és ugye az úszoda mellett volt a boxterem a strandon, még az Örői Lajos volt az én nevelőegyzőm, és valahogy apukám megismerkedett a Lajos bácsival. Lementem, először úgy volt, hogy úszok is, meg boxolok is, de valahogy a bunyó úgy közelebb állt a szívemhez, meg jobban is ment szerintem. Úgyhogy így csapódtam inkább a bunyóba. Mennyire komplex ez a sportág? Mennyire igényel nagy koncentráció, képességet, meg mennyire összetett? Szerintem a legösszetettebb sport a minden sport közül. Tehát ez borzasztóan összetett, meg olyan, tehát mikor belegondolok, hogy mit tudnék tanítani, vagy mit kéne nekem tanulnom, vagy bármi, akkor olyan, mintha belenéznék egy feneketlen kútba. Tehát, hogy millió technika, taktik. Igen, minden. Mert hogy én így azt látom külső szemlélőként, amikor mondjuk egy-egy ilyen edzést nézek, vagy akár egy mérkőzést, hogyha ember kapcsolgatja a televíziót, és véletlenül bele-bele tekint egy ilyen programba, hogy akkor itt kell technikai tudás, kell azért valamennyire taktikázni is, kell állóképesség is, tehát ez egy ilyen nagyon összetett dolog. Ez nagyon erő, és ugye amivel nem nagyon foglalkoznak, tehát az én figyelmem kitér rá gyerekkorban, ugye, másképp boxol egy korcsoport alatti gyerek, tehát egy ilyen 10-11-2 éves. Másképpen boxol egy serdülő, másképpen boxol egy junior, ifi felnőtt, más az izomzata, más a gondolkodása ezeknek a gyerekeknek. És ugye erre is ki kell terjedjen a figyelmünk. Tehát ez ilyen, tényleg, tehát annyira bonyolult, mégis annyira sok figyelmet igényel a súlycsoportok. Tehát másképpen boxol egy kisebb súlycsoportban lévő versenyző, mint egy nagyobb súlycsoportban lévő versenyző. Az érési szakaszai a gyerekeknek teljesen más. Tehát ilyen, ez tényleg nagyon bonyolult. Mi volt az, ami inkább a box mellett tartott, és elvitt az úszástól a box irányába, mert az úszás is egy jó sport, nem? Hát az úszásban vizes voltam, meg fáztam, meg nem is voltam olyan jó úszó. A bunyóban meg, ahhoz meg elég jó érzékem volt, tehát hogy meg nem lettem vizes, és nem fáztam annyira. Milyen gyakran kell edzésre járni, vagy egyáltalában hány éves korban érdemes például elkezdeni? Ezt ugye mondtad, hogy más, hogy kell foglalkozni egy gyerekkel, azon belül is gondolom nyilván más, hogy egy 5-6 évessel, vagy egy 7-8 évessel, meg egy 10x évessel. Igazából az ökölvívó sport az felnőtt sport. Tehát, hogy bántsuk egymást, ahhoz kell egy érettség. Gyerekeknél inkább játékként fogatom föl velük ezt a bunyót. Ott nincs is nagyon kiütés, ugye olyan védőfelszerelések vannak. Felnőttben azért már, de mondom, tehát az ökölvívó sport az felnőtt sport. Megalapozni az, hogy valaki jó ökölvívó legyen felnőtt korában, azt viszont minél előbb el kell kezdeni. Én külön csoportra is bontottam az ilyen 5-6, 10-11 éves korig, tehát ilyen 6 évestől 11 éves korig van egy csoportunk. Ott túlnyomó részt a játék, tehát rengeteget játsznak a gyerekek, szögdelő gyakorlatokat végzünk, beleteszünk egy kis technikai gyakorlatot is, viszont ott már kell olyat, hogy 5-10 perc szabad program, és akkor tényleg azt csinálnak a gyerekek, amit akarnak. Felügyelem, nézem, hogy mit csinálnak, nehogy egymás fejbe vágják súlyzóval, de hogy egyébként annyira igénylik azt, hogy ne kelljen figyelni, ne kelljen koncentrálni, és ezzel tudom elérni azt, hogy akkor utána megbeszélem, na figyeljetek, 10 perc szabad program, mindenki azt csinál, amit akar, de utána kérek 10 perc figyelmet. És akkor abban a 10 percben le tudom annyira kötni őket, meg olyan fegyelmezettek lesznek, hogy akkor abban a 10-15 percben tudok foglalkozni a technikával, és onnantól megint csak szögdelések, játékok, stb.
Akkor mondhatjuk azt, hogy gyerekkorban, amit mondtál is, hogy érdemes az alapozást elkezdeni, de mondjuk jó arra is a box, hogy önfegyelmet tanítson a gyerekeknek, vagy az állóképességük, vagy az edzettségük erősödjön, hiszen annyit lehet olvasni arról, hogy ugye a legelhízottabb korosztálya, gyerekek korosztálya, hogy nem figyelünk oda, hogy rendszeres testmozgás legyen, vagy meglegyen az egészséges életmódban ez az alap, hogy emiatt talán érdemes lehet gyerekkorban is elkezdeni. Mindenképpen. Ráadásul én erre is különösképp odafigyelek, hogy a gyerekekkel megbeszélem, hogy figyeljetek, srácok, sokkal jobb, ha tiszta vizet iszol, nem pedig üdítőt, mert a víz az jó, minél több vizet igyál. Ha lehet, beszéld meg anyukával, apukával, vegyen paradicsomot, vegyen uborkát, tehát hogy zöldségeket, gyümölcsöket még télen is vigyenek be, hogy ne az legyen, hogy elmennek a pékségbe és eszik a mindenféle pékárut csak. Meg gondolom arról is esik szó, hogy mondjuk ez, amit ott csináltok edzésen, az edzőteremen belül kell, hogy maradjon, és mondjuk a hétköznapi életben ne jön neki verekedni például. De nincs is rá igénye, szerintem nincs. Tehát, hogyha a boxteremben eleve elfárad, meg olyan a környezet, meg olyan a behatás, hogy nem érzi azt, hogy fenyeget, tehát nem érez fenyegetettséget szerintem az iskolában, vagy az utcán, vagy a buszmegállóban, mert kap egy olyan önbizalmat, kap egy olyan technikai képzést, amitől nem érzi magát fenyegetettnek, én szerintem legalábbis. Aztán nálad hogy volt, hogy alakult a karriered? Ugye az úszóból lett akkor boxoló, és hogyan tovább? Hát még így gyerekkorban, tehát a serdülőben, ott azért hoztam az eredményeket, jártam sűrűbben edzésre. Azt, amikor jött a kamaszkor, akkor engem az magával ragadott. Kevesebbet jártam edzeni. És igazából én, amikor már családom volt, meg volt a fiam, már elvettem a feleségem, és már feleségem volt. Tehát, hogy akkor lett igazából, én 27 éves koromban nőtt be a fejem lágy, és akkor kezdtem el a profi boxsal foglalkozni, és akkor már munkát is tettem úgymond bele a sportba. Gyerekkorban én inkább a tehetségemből, az ügyességemből éltem meg. Jártam versenyezni, azt nagyon szerettem, az edzést azt annyira nem. És akkor hogyan lesz a versenyzőből edző? Hát úgy történt, hogy elkezdtem profi boxolni, eltörött. Nekem a Molnár Attila volt a profiba az edzőm, amatőrben, meg a Herman Pista bácsi is, Isten nyugtassa, ő meghalt. A nevelőedzőm meg az Őri Lajos bácsi volt. 2006-2007-ben nyitottunk egy kis termet, csak így a barátaimmal, hogy lejárjunk, boxoljunk, jól érezzük magunkat. És 2009-ben elkezdtem profi boxolni, és olyan 11-ben azt hiszem eltörött az orrom annyira, hogy meg kellett műteni, és a lábadozási időszakban elkezdtem foglalkozni a gyerekekkel, és úgy valahogy meg is ragadtam inkább az edzősködés mellett. Mire meggyógyult az orrom, már nem is vonzott annyira a bunyó, inkább az edzés. Sokkal jobban szeretek foglalkozni a gyerekekkel. És átadni nekik mondjuk a tudást? Igen. A kettőt együtt meg úgy gondolom, hogy ha 100%-osan foglalkozok a gyerekekkel, akkor nem tudok magammal foglalkozni. Ha foglalkozok magammal, nem tudok 100%-osan. Tehát, hogy így a kettőt meg nem tudtam összehozni, hogy bunyózzak is, edzősködjek is. Tehát, hogy ha egész napom nekem arról szól, hogy nézem a videókat, nézem a bunyókat, olvasok a könyveket. Hogyha magammal foglalkoztam volna, akkor magamra vetítettem volna le ezeket. Viszont már öreg voltam ahhoz, hogy komoly karriert fussak be, úgyhogy inkább maradtam így az edzősködés mellett. A boxklubnak azért komoly eredményei is vannak. Bár már 2018-at írunk, de hogyha az elmúlt esztendőt kéne értékelni, akkor mi lenne az, amit kiemelnél? Az elmúlt esztendőben? Hát Zsuzsics Marci, amióta boxol, én őt tudnám főhozni, tehát 3 éve azt hiszem, vagy nem egész 3 éve boxol, 30 mérkőzése volt már minden diákolimpián és magyar bajnokságon érmes volt. Amikor az Európa-bajnokságra volt az idősebb Sűrös Gyula emlékverseny, az volt a válogató. Azt megnyerte, sajnos betegség miatt nem tudott elmenni az Európa-bajnokságra. Én őt emelném ki, mert ő terhelhető. Sok mérkőzése van, folyamatosan válogatott volt, válogatott edzőtáborokban vett részt. Idén, aki berobbant, vagy hát már tavaly, aki berobbant, a Jónás Dominik, ő is még junior
idén már válogatottba behívták. Most volt a Bornemissza Gergely emlékverseny Egerbe, ahol három gyereket neveztem, de sajnos egy nagy influenza miatt nagyon sokan Magyarországról egyébként nem is tudtak eljönni. Nekem is a két srácom, az Olá Iván és a Zsuzsics Marci lebetegedtek, és csak a Jónás Dominik indult a mi csapatunkból, és csak egy orosz tudta megállítani, egy orosz Európa bajnok. Mivel ő pluszos, ugye mint 95 kiló a Dominik, az ellenfele meg egy 110 kilós nagy orosz medve volt, és, de ő tőle is csak ilyen megosztott pontozással kapott ki, így harmadik helyezést ért el. Én őt kiemelném, és úgy gondolom, hogy ő hosszú távon jó eredményeket tud hozni. De összességében mondhatjuk, hogy akkor fantasztikus eredményekkel büszkélkedhetünk. Igen. Tehát a magyar bajnokságokon, diákolimpiákon mindig hozunk érmet. De én nem is vagyok ilyen eredménycentrikus, tehát én nem is inkább arra, hogy már pedig ezt meg kell nyerni, és terrorizálom a gyerekeket, hogy most az eredménykényszer, hanem inkább megpróbálom megszerettetni velük az ökölvívást, vagy magát a sportot, magát azt, hogy melegítőbe járunk, kihúzzuk magunkat, egészségesen élünk. Sokkal inkább ez, ami engem magával ragad, mint sem az, hogy most elmenjünk, és legyen egy magyar bajnokom. Ez mondjuk ritka, és nagyon jó ezt hallani, mert többet így beszélgettünk szülőkkel, szülőtársakkal, és mondjuk azt szerintem egy nagyon jó dolog, vagy egy ilyen pozitív dolog, hogy a sportág megszerettetés a cél, és nem pedig az, hogy a gyereket, vagy akár a szülőket is egy ilyen eredménycentrikus dologba belelovalni. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy a gyerek szeresse a sportot, mert akkor hosszú távon benne marad a sportba. És van, aki hivatott arra, hogy bajnok legyen, van, aki nem. Én nem szeretném tönkretenni a gyereknek az önértékelését ezzel, hogy most megkövetelem tőle, hogy már pedig most ezt meg kell verned, ezt az embert. Ha kikapott, akkor megnézzük, hogy miért kapott ki, megbeszéljük, hogy azért jó lett volna, hogyha egy kicsit többet tettél volna bele. Most hétvégén is voltunk egy versenyen, és ugyan a Zsuzsics Marci nyer, de nem tett bele annyit, mint amennyit én gondoltam, meg amennyit ő tud. És mondtam neki, hogy nyertél ugyan, de nem voltam megelégedve veled, létszi többet. Vagy hogy máskor azért egy kicsit már, és akkor átbeszéltük magát a technikai dolgokat, hogy mit, hogy kéne csinálni. Akkor van egy kezdő versenyző, Major Milán, ő egy olasz versenyzővel boxolt élete második mérkőzésén, és 2-1-re kapott ki, de ő is úgy, hogy igazából többet talált, jobb volt az ellenfelénél, csak az ellenfele valahogy jobban akart. Csapkodott, ment előre, és tehát jobban akart. Lehet, hogyha én egy kicsit erőszakosabb vagyok, mint edző, akkor ezt a mérkőzést megnyeri, de lehet az is, hogy akkor abba hagyta volna egy éven belül, mert mondjuk nem szereti ezt a sportot, vagy megutáltatom vele. Így meg ugyan most kikapott, de lehet, hogy 10-15 évig benne marad a sportban. Hogy néz ki egy ilyen felkészülés, más a felkészülés menete, amikor mondjuk egy ilyen meccs mérkőzés előtti időszak van, meg más mondjuk a szimpla időszakokban? Tehát amikor mondjuk tudod azt, hogy nem következik olyan mérkőzés, hogy néznek ki az edzések? Nálunk az amatőr bunyóban nagyon sok verseny van. Tehát akkor mindig felkészülési időszak van. Igazából szinte minden hétvégén versenyen vagyok, hol ezzel, hol azzal, korcsoportokra is lebontva. Az amatőr bunyóban nagyon sok a verseny, így nincs szétbontva, hogy mikor van alapozó szakasz, mikor van kesztyűs szakasz. Például Márton Balázsnál, ő profi boxoló, ő nála le van bontva ez jobban, mert hogy tudjuk, hogy van évente 5-6 mérkőzése, arra célirányosan tudunk készülni akár ellenfelekre, nagyjából tudjuk, hogy kivel fog boxolni, ott az azért másabb. Azért is látványosabb egyébként a profi box, mert ott célirányosan tudnak készülni a versenyzők. Az amatőr boxban nem tudunk célirányosan. Jövő héten megyünk a Diákolimpiára, nem lehet látni a nevezést, nem tudjuk, hogy ki hány kilóba indul, kivel, hogy fog, tehát hogy ott sorsolás, és akit aznap kap, azzal fog boxolni. De akkor ez mondjuk talán a szépség is a dolognak, hiszen itt tényleg a boxról, meg a sportág szeretetéről szól minden, persze, az amatőröknél. Persze. A teremnek vannak amatőr sportolói és profi sportolói is, akkor ezek szerint? Igen, csak két profi boxolón van, a Horváth Zoli és a Márton Balázs. A többi az mind amatőr versenyző. Vannak lányok, fiúk, egész kis lányok is vannak. Lányok körében is népszerű akkor ez a sportág? Igen, nagyon. Van utánpótlás?
Van, van. Hát én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon nagy utánpótlás bázissal rendelkezünk. Tehát ilyen 30 versenyző van. Tavaly 15 versenyzővel voltunk magyar bajnokságon. Ugye nem mindenki jut el egy magyar bajnokságig, mert ez egy speciális sport. Itt az embert megütik, és ott azért rögtön elmegy az embernek a kedve ettől a sporttól. Megmaradhat ugyan hobbi szintű, tehát hogy hobbi szinten üzze ezt a sportot, de a versenyszerű sportolás ebben azért nehéz. Ez egy tényleg speciális sport. Van olyan, hogy elkezdi hobbistaként, és versenyző lesz belőle. Van, hogy el akarja kezdeni versenyzőként, de megmarad a hobbi célokövívásnál, mert rendszeresen ugye hozni kell a súlyt, mivel súlycsoportos sport, hozni kell a súlyt. Az ember sokat kell boxoljon, akit ütnek, és nem tudja úgy lekezelni a dolgokat, azért ő hamar abba hagyja. De mondjuk az ilyen edzéseken például a gyerekek megtanulják ezeket kivédeni, vagy ez hogy zajlik? Hát megpróbáljátok megtanítani mindenképpen, őket. Én mindenképpen. Tehát én nagyon nagy figyelmet fektetek a technikai oktatásra, tehát hogy képzem a gyerekeket. Nem az van, hogy na ez az még erősebben, még nagyobbat, még többen, hanem inkább csináljunk kevesebbet, inkább csináljunk kicsit lazábban, de megtanítani a gyerekeket, vagy nem csak a gyerekeket, a felnőtt versenyzőimet is megtanítom boxolni. Tehát van a Lénárt Péter, tavalyi évben ő volt a legjobb eredményt elérő versenyző 91 kilóba, felnőttben. Ötödik helyezést ért el, mármint a felnőttek között a legeredményesebb. Ő például egy nagyon-nagyon stílusos, nagyon-nagyon szép boxot bemutató versenyző, de fizikálisan még gyenge. Mert ugye fiatal, nehéz súlyú, a később érnek. Ő vele például egy másféle edzést kell csinálni, mint mondjuk a többivel. Említetted ugye, hogy hobbistaként is csatlakozhatnak a boxedzésekhez. Azt hiszem, hogy itt valami reneszánszát is éri ez a sport, hiszen nagyon sok helyen olvashatunk arról, hogy milyen jó alakformáló, hogy milyen jó erőlétet ad. Tehát akkor ilyen jellegű edzések is vannak, amit ti csináltok, persze, ahol tényleg nem arról szól, hogy most bunyózzál, hanem az alapok miatt pont a technikai, meg egyáltalán az erőléti edzések igen, miatt. Van úgy, hogy külön van bontva, van hobbi csoport, és van nagyon sok olyan ember, aki eljön a versenyző edzésre hobbi célból, de ő ott szeret, vagy az időpont miatt jobb neki, vagy ott szeret lenni. De egyébként igaz, amit mondtál, hogy tényleg reneszánszát éri. Mindenki boxol, szerintem, de tényleg. Hát mindenki. Mert itt Fehérváron is én nagyon sok olyan programban, hogy akár egy-egy fitness vagy konditeremben is már van ilyen külön sport lehetőség, hogy akkor mehetsz és boxolhatsz, úgyhogy uh-huh. mondjuk tényleg úgy hirdetik, hogy nem tudják, hogy te nem akarsz profi boxoló lenni. Uh-huh. Igen, mert nagyon, tehát nagyon jó alakformáló, nagyon jót tesz tehát a stressz levezetésére, például szerintem a legjobb. Egyszer beszéltem egy pszichológus nővel, azt mondta, hogy ő legszívesebben fölírná ezt a receptre, az ökölvívást. De nagyon-nagyon sok szempontból nagyon-nagyon jó az ökölvívó sport, bármilyen célra, versenysportra, rekreációs célra, bármiből nagyon jó az ökölvívás. Nyilván, és akkor ilyenkor gondolom, megnézitek az egyénbe szabottan, hogy kinek mennyi a terhelhetősége, vagy hogy néz ki? Tehát, hogyha mondjuk én most holnap bekopogtatnék hozzátok, hogy szeretnék elmenni egy edzésre, akkor mi ennek a menetrendje? Hát attól függ, milyen céllal szeretnél eljönni. Hobbi céllal mondjuk. Én meg szoktam beszélni, hogy kinek mi a célja. Van, aki fogyni jön, van, aki szeretne megtanulni boxolni, van, aki erősödni szeretne. Mindenkinél más, és nyilván, hogyha mondjuk személyegyzési keretein belül, akkor jobban oda lehet figyelni, hogyha nem, akkor beáll a csoportos edzésbe, és önmagát alakítja úgy. Tehát vagy erősebben csinálja, vagy a kesztyűzéseknél ő jobban bejön a kesztyűzésekbe, vagy hát jelentkezik, hogy ő többet szeretne kesztyűzni, tehát van ilyen egyébként. Tehát akkor mindenféle ilyen lehetőség adott. Igen. Most már szerencsére a Márton Balázs meg a Lénárt Peti, ugye Lénárt Peti még versenyző, amatőrbe a Balázs profiba, de ők már az edzésekbe besegítenek, tehát az edzéstartásban, a versenyzőknek a koordinálásába már belesegítenek.
a Lénárt Peti szeptemberben megy el edzőiskolát elvégezni, a Balázs az most fog végezni. Tehát mindenképpen egyedül nem vagyok elég, tehát mindenképpen kellenek azok, akik benne vannak a bunyóba, értenek a bunyóhoz, és tudnak segíteni nekem. Mondjuk tök jó, hogy ilyen edzői papírt is szereznek hozzá, mert az fontos talán. Az fontos, az nagyon fontos. Egy az, hogy van egy rálátása, kettő papír nélkül én úgy gondolom, hogy nem nagyon lehet ezt. Hitelessége sincs. Meg nálunk az ökölvívásban nem is lehet oda menni a ringsarokba, hogyha nincs az embernek edzői papírja. Hogyha valahol valamikor szeretnének veletek mondjuk Fehérváron találkozni, akkor mikor lesz erre lehetőségük az érdeklődőknek? Mármint box verseny? Mondjuk box mérkőzés versenyben, igen. Mert azt ugye mondtad, hogy voltatok Egerbe, itt-ott, de hogyha mondjuk valaki Fehérváron szeretne a fehérváriaknak szorítani. Hát három hetente a terembe szoktam csinálni ilyen Csetepaté néven kis box rendezvényt, szombat este 6-tól, akkor lehet boxolni. Szoktak boxolni hobbistákkal, versenyző hobbistával, tehát hogy bíró vezeti, a Pintér Dávid egy volt versenyzőm, ő például elvégezte a bíró tanfolyamot, a Török Zoli, aki még volt amatőrkoromban csapattársam, ő is elvégezte ezt a bíró tanfolyamot, és ők mindig segítenek levezényelni ezeket a mérkőzéseket, hogy ne az legyen, hogy most valaki győzni menjen be, nincs is eredményhirdetés, csak box van, hogy bejönnek, boxolnak egy jót, jól érzik. Akkor ez ilyen örömbox. Igen, örömbox. Tehát, hogy ne az legyen, hogy most bemegyek, győzni akarok, és szétvágom a másikat, hanem ott összejövünk, beszélgetünk a bunyóról, versenyekről, versenyzőkről, mindenkiről. Tehát inkább egy ilyen jó hangulatú kis boxest. Ez három hetente van. Most elmaradt, mert mentünk versenyre, és a Peti sem tudott itthon maradni, mert ő is ugye jött velünk Szlovákiába. A következő az 7-én lesz, 4.-7-én, és onnantól számolva minden három hetente este 6-tól a Deák Ferenc 13-ban, igen, ott van a boxtermünk, és ott szoktak lenni nézők egyébként, így a versenyzőknek a barátai, szülei, volt boxolók, volt boxedzők, tehát ott összejövünk így boxolók, és tök jó egyébként, tök sokat beszélgetünk a bunyóról. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok. Én is köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!